Szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit és esetleg nézőit. Keresnyei János vagyok, a Diaszpora Hálózat műsorvezetője, és szeretettel köszöntöm Leidemann Szilviát, vagy Szilvia Leidemant, ahogy ezt eredetileg helyesen kellene mondani. Igen, Leidemann Szilvia. Buenos Airesből érkezett ide hozzánk. Nagyon köszönöm a meghívást. Szeretettel látunk itt. Elnézést, hogyha valakit zavarhatna a tegeződés, de így könnyebben tudunk kommunikálni, és ismerjük egymást már jó ideje. Aki csembaló művész, illetve karvezető, kórusvezető, az Ars Hungarica alapítója Buenos Airesben. Az első komolyabb információ, amit meghallottam, az az, hogy neked van egy csembalód. Igen, van egy csembaló, itt Pécsett. Itt Pécsett. Igen, hát, igen. Ez hogy lesz valakinek csak ugye csembaló? Csembaló művész vagyok, és akkor muszáj a csembaló, hanem mivel játszom. Na de egyébként olyan nagyon nem lehet csembalót venni a piacon. Tehát nem, mert jó volt egy kollégám, egy magyar valaki, aki átment Londonban, és pont ő neki volt egy extra csembaló, és mondta úgy Szilvia, megyek át, és már ott mondjuk maradok, és mi lenne, hogy neked kell, mondom, nagyon kell, és akkor így volt. Tavalytól ez friss sugalja, hír. Ez azt is sugalja, hogy ez a volt egy kollégám, hogy azért nem olyan sok csembaló művész lehet a világon. Nem, itt nem, de máshol, mi az Európában, igen. Itt nem nagyon a csembaló világ, de mondjuk Franciaországban, vagy úgy Hollandiában, máshol mondjuk Európában, igen. Mégis nagyon. Mennyi lehet? 1000? 2000? Ezt nem tudom. Ezt nem tudom számolni. Soha de... senki nem számolta meg a csembaló művészeket. Igen, de vannak sokan. Sokan, mert ez olyan hangszer, ami nagyon muszáj mondjuk barokk zenére. Azért a muszáj. Mert az alapja a basso continuo, hogy ez a kísérést, aha, ami minden értem. Darabnál megvan, mert azért, hogy muszáj. Igen, a bázis az akkordok, az improvizáció, és akkor muszáj. Mind az orgona. Orgonó és a csembaló, ez a két billentyű, akik muszáj értem, a barokk zenére. Tehát igazából már az is elég volna téged megismerni, ha csak tudnánk, hogy csembaló műsz. De emellett a munkásságodban nagyon-nagyon sok izgalmas dolog van. Kezdődik azzal, hogy tökéletesen beszélsz magyarul, holott... Nem annyira tökéletesen, nem jártam magyar iskolára, ez az igaz. Na jó, de Argentinában születtél, Buenos Airesben. Harmadik generációs vagyok. Igen. Tehát az is csoda, hogy egyáltalán tudsz magyarul, mert már a második generáció is nehezen tanul meg. Hát még a harmadik. Egy kicsit, hadd tudjunk meg erről valamit. Tehát a szüleid hogy kerültek, a nagyszüleid hogy kerültek Argentinába? Ja, nagyszüleim ők vándorultak 1928-ban. A világválság ide. Persze, mikor volt ez a nagy-nagy válság itt, és akkor, ahogy több mindenki keresett új lehetőségek, és akkor itt ők, mint mások is jöttek, mentek át. Igen. És mit csináltak ott? Dolgoztak. A nagyszüleim, mondjuk nagyapám, ő volt festő, falfestő, és a nagyanyám, ő volt varronő, és dolgozott is gyárakban. És akkor a szüleid már ott születtek? Édesapám nem. Édesapám, mikor másfél éves, mondjuk ő a Leidemann. Ő a Leidemann, ő itt úgy született Titelben, a mai napom Vajdaság, nem? Igen. Szerbia, és szüleivel vándorolt 1928-ban. Tehát ő is akkor került oda ki. Igen. Majdnem csecsemő volt, igen. Aha. Tehát akkor gyakorlatilag ő is ott nevelkedett, igen, édesanyád is ott nevelkedett. Pontosan. És igen. Mindenki megőrizte a magyar nyelvet. Nagyon, nagyon büszkék is vagyunk erre. Mindig hát voltunk. Mondhatom, hogy lehettek is, és hát gratulálok is, mert tényleg csodálatosan beszélsz magyarul. Az iskoláidat is egy jó részét ott végezted. Minden de, ott. De egyetlen, Magyarországon minden. Is végeztél. Igen, mondjuk, hogy ösztöndíjas voltam. Igen. A Liszt Ferencben, igen. De már mikor ott befejeztem mindent, akkor itt volt egy továbbképzés, mondjuk. De az a cselló tudás. Csembaló. Csembaló, mint karnagy, igen, voltak két nagyon jó tanáróim itt a Liszt Ferencben. És akkor hogy jött ez a szerelem a barokkal?
Mert ahhoz, hogy elmenjen az ember Csembalót tanulni, ahhoz a barokkot mégiscsak meg kell ismerni. Már nagyon korán volt, mikor én, nem tudom, ifjú voltam, 14 éves már, imádtam a középkori zene. Minek volt ez köszönhető? Volt egy olyan tanárod, vagy nem, egy közösség? Nem, mert hol, a nyelv, hol találkoztál? A zene nyelvezet nekem mindig volt vonzó. Én a reneszánsztól, vagy a középkortól is. Nekem ez olyan világ, ami vonzó. Mint hanzás, mint érdekes, mint zene nyelv. Nem mondom, hogy nagyon szeretem is a mostani zene, vagy a más-más zene, úgy, mint mindegy Kodály és egy Bartók, ami csinálok is ott kint. Buenosban, igen, Buenos Airesben, igen. Vezényelek Kodály és Bartók darabokat, és ez nagyon igen, nagyon de tetszik. Azért valahol azt szeretném megérteni és megfejteni. Egy fiatal lány felnő Buenos Airesben, magyar szülők, magyar nagyszülők, magyar szülők gyermekeként kapcsolatba kerülsz a nyelvvel, anyanyelvként tanulod végül is. De nyilván mellette a spanyol és az argentin kultúrát is, amelyik azért mondjuk elég erősen európaizálódott, tehát gondolom egy inkább európai jellegű. Európai kultúra. Jellegű, igen. Buenos Aires is, főleg, igen. És egy ilyen kultúrában nevelkedsz, és hogy jön ez, hogy elkezd valaki a komoly zene iránt ennyire érdeklődni, és főleg aztán a magyar komoly zene iránt? Több-több mindenkinek ez van, mert mondjuk... Milyen emlékeid vannak róla? A genetikában már megvan, mert én teljesen európai ember vagyok. Mi az argentin jelent? Az argentinok kik vagyunk, akik jöttünk úgy kintről. Azért, hogy ez a már édesapám és édesanyám, ők voltak nagy, a zeneszeretők. Nagyon. Na, hát ez nagyon szépen zeneszeretők, mondtad, és akkor már... Gyerekkorban úgy hallottam minden otthon, mindenfajta zenét, mit tudom én, Beethoven, Bartók, Kodály, Stravinsky, mindent. De érdekes, hogy a modern zenék viszont akkor nem csábítottak el? Tehát nem mindegy, hogy melyik zene. Nem nagyon. Szeretem a modern zenén, de nem mindent. Hát és nyilván mindenkit. Persze, nem mindent. De ennek van egy határozott zenét. Szeretem a jazz, szeretem a tangot, szeretem a népzenét, például persze, hogy szeretem. Hát természetes, főleg, hogyha igen. Kodályt is vezényelsz, és Kodályt is tanítasz. A csembaló művészet mellett van egy másik nagyon erős, és talán lehet, hogy ez még erősebb, nem is tudom, melyiket tartod erősebbnek, ez a karvezetés, illetve a kórusvezetés, közösségépítés. Párhuzamosan. Igazán, hogy úgy megosztom fele-fele. Mert mind a kettő nagyon fontos nekem. Nagyon fontos, és nagyon szeretem is a vezénylés. Nagyon szeretem. Mi ebben az érdekes? Mit szeret benne? Hogy a semmiből ott vannak emberek, és ezt kell művelni valamilyen módon, hogy ez szóljon. És ez mindig fantasztikus, nem? Hogy különböző a hangok vagyunk, és onnantól együtt megszületi egy csoda valamit. Hát igen, mikor az ember kóruszenét hallgat, akkor ugye az az egyik nem is, és az emberi nem egy embert hallgatunk, hanem egy új dolgot, tehát egy harmadik dolgot. Igen. És ez, amit jelent, amit az ember ad, és amit az ember kap. Ez na és mi az, amit kapsz? Energia. Mert egy téged nézve azért elképzeli az ember, mi az, amit adsz. Tehát az, úgy az, igen, az nagyjából igen. Érthető, igen, meg te igen. Hozod létre velük igen, ezt a harmadik közös hangot. Persze, igen. De ez, amit kapom, ez a szépség, amit ők adják nekem, és akkor én visszaadok ezt mindegy kör, nem? És akkor így szület valami szép. Akkor egy kicsit térjünk rá az Ars Hungaria keletkezésére, tehát most a kórusvezetésről. Ars Hungarica. Ez egy egyesület. Miért ez a neve? Mert Ars, ez a művész, nem? Persze, jelentés, Hungarica, és kellett valami latinul, mert mivel ez egy kinti persze. Egyesület, akkor ott a magyar nyelv nem nagyon ismerik. Hát igen, és, de nem csak magyarok vannak az Ars Hungaricában. Az Ars Hungarican belül van egy férfi karom, egy női karom, és egy barokk együttes, és kevés a magyar, a legtöbb az argentinok, mert mindenki nagyon profi, és mindenki úgy zenész, és nagyon-nagyon
élveznek a magyar zenét, ezt kell mondani. Nem csak akik megcsinálnak, hanem a publikum. A publikum nagy szeretettel, nyitott módon is elfogadja. És hol találkozik az Ars Hungarikával a publikum? Milyen eseményeken? Mind az itteni műpa, tartottunk az Operaházban két nagy koncertet, nem volt a tegnap, egy kicsit már 10 éve ezelőtt, különböző templomokban, auditoriumokban, amit nekünk is van a magyar házunk, van ott is, mindenhol. Ott azért rendszeresebbek a fellépések Argentinában. Persze, hogy van egy egész... Tehát egész... Hogy élitek a mindennapotokat? Úgy, hogy Ars Hungaricának van egy bizonyos évi sorozatot, és akkor... Tehát koncertsorozat megvan tervezve, koncertsorozatot, de nem koncertek csak. Hanem? Mert mi is mondjuk a vizuális világgal is nagyon foglalkozunk, mert ott vannak is kinti magyarok, akik nagyon elismer például vizuális művészek, és vannak például építőmérnök, akik például kutatták az ottani kinti magyar építészekről, mert kint például a 30-as években kint voltak a kálnai testvérek, akik építették több-több fontos épületeket, és akkor ezt írnak, vagy előadást tartjuk. Igen, tehát ugye az Ars Hungarica az nem egy széles szervezet, hanem egy csomó szervezetnek az összefoglalása. Nem, ez egy szervezet, ami zene, vizuális területtel, vagy építészekkel is, és akkor mi összevonjunk mindezt, és akkor vannak különböző előadások, vagy kiállítások, vagy koncertek. Egyébként a beszélgetésünk közben remélem sikerül feltennünk feliratban legalább az Ars Hungarica weboldalát, ami van, egyébként arshungarica.com.ar. Igen, igen, és van ez YouTube is, YouTube csatorna. És ott több minden van fönt, igen, videókat, és minden ott lehet nézni. Valahogy az egész életed egy csodálatos összhangnak tűnik, hiszen valahogy sikerült megoldanod, hogy Pécsett is élj, és Argentinában igen, is. Igen, ez az ideális. Hát ez ideális, de igazából hogy találtad meg Pécsett? Hogy a lányom, mikor befejeződött ott a gimnáziumot, akkor kapott a Balassi Bálintban ösztöndit, és akkor ide jött, és itt volt 9 hónap, és akkor látta, hogy itt nagyon jól lehet tanulni, és akkor kiválasztott a pécsi művészeti kar, és akkor bekerült, és akkor már itt volt, és akkor, hogy már itt volt, akkor ott kezdődött. Akkor eljött anya meglátogatni. Igen, és akkor tetszett nagyon, mert a Pécs ez a legjobb város, nem mert itt vagyok. De nagyon köszönjük, de tőled egy, még jobb lesz, az ez biztos. Egy paradicsom, mindenkinek mondom, kifelé, gyertek, mert ez egy paradicsom, csak ez, semmi más. Hát ezt nagyon szépen köszönjük. Biztos, hogy jobb lesz attól is, hogy te itt vagy velünk. És ugye egy fél évet el szoktál itt tölteni a igen, városban. Igen, márciustól augusztusig vagyok. Itt. Nem csinálok úgy, mintha nem tudnám, hogy mit csinálsz itt ilyenkor. Tehát azért egy nagyon komoly kutató munkát végzel az egyház zenében. Kutató, koncertek, felvételek, igen, mert Magyar Tudományos Akadémiához vagyok, mint egy külsős tagja, és akkor már 11 éven keresztül, hogy kapom ez az ösztöndit, vannak több a könyvtárok, ahol sok-sok barokk darabok vannak, és akkor így úgy kutatom, átírok, rekonstruálok, kiadok, felveszek, és koncertezek velük. És itt lesz a püspöknél, mondjuk ez a fő domkőtárban, nagy koncert a pécsi zene archívumból. Előadjuk nagy-nagy koncertet augusztus 17-én. És milyen állapotban vannak ezek az archívumok? Tehát mennyire nehéz vagy 18. századból. 1745-ből. Igen, 1745-30-50-ből, igen. De itt vannak, meg lehet őket találni? Mit kell persze, vele tenni? Persze, itt vannak papírban, úgy lehet látni, ez csoda, hogy ez a zene alszik. Alszik, mert ott van több mint 200 éve. És akkor az ember megtalálja, kiválasztja, hogy mi a legszebb, átírja,
és rögtön ez szól. Miért kell átírni? Hát a csembaló az csembaló. Nem, átírni a régi kottából, miért ezt mondjam? Jó, hogy nem átkomponálni. Olvashatatlan így, nem. Ja, hogy a kotta jegyek sem így néznek ki. Nehéz, vannak úgy hibák, vagy nem jól látszik, nincs komplet partitúra, csak szollamként. Persze, ez egy nagy... Na jó, hát ezt mi nem nagyon értünk hozzá, ezért kérdezgetlek, hogy avassál be minket ebbe a munkába, hogy mivel jár ez. Rekonstruálás, igen. Tehát rekonstruálni kell. Rekonstruálni, és akkor kell átírni, és akkor szépen a mai napon programban beletenni, és akkor ott a könyv, és így tovább. És aztán, hogy teszed ezt közkincsé a koncerteken kívül, tehát mi történik az anyaggal, amit elkészítesz? Terjesztem mindenhol, az egész világon. Mert vannak olyan helyek, ahol a zenetudományi nem, helyek olyan interneten, és akkor úgy lehet feltölteni digitálisan persze a könyv, és mindenhol vannak. Tudjuk ezeknek a szerzőit? Vannak szerzőik, és vannak, akik mondjuk ismeretlenek, hogy nincs rajta. És ez az érdekes, hogy a zeneszerzők, kik voltak itt Pécset, ami idén előadok és átírom, akik itt voltak kántorok. Mert akkor, aki kántor volt, orgonista volt, de nem csak orgonista volt, hanem hogy kellett tudni komponálni. Igen. És akkor itt komponálták. És van csomó zene, aki senki sem foglalkozik vele, csak Leidemann szív. És akkor ez most fog szólni. Olyan zenéket lehet majd hallani ezen a koncerten, de nyugodtan ismételd meg, hogy mikor lesz. Hogy... Augusztus 17-én a Domkőtárban. Majd terjesztjük. Hát majd terjesztjük ezt, és segítünk, hogy ez minél ismertebb legyen. Tehát... És gyönyörű darabok. Tehát ilyen Csipke Rózsika álmából, valódi Csipke Rózsika álmából fog föléledni ez a zene. Igen. Amit 200 éve, 300 éve nem hallottak. Igen. Pontosan. Ami itt szólt akkor. De utána sem. És utána miért nem játszották ezeket? Ez nem új tudom. Kántor jött, új zenét szerzett. Új kántor, vagy már nem volt a zenekar, mert akkor, 18. században minden templomnak volt zenekar, énekesek, kevés, nem sok, nem nagy zenekar, de volt fix. Most is jó, de most nincs zenekar, csak van egy kórus. Igen. És egy orgonista. De előtte nem volt rendes zenekar, és minden, és most megvan a listában, hogy ki énekelt, mint basszus, mint alt, mint hegedű. Név szerint. Persze, minden megvan. Igen. Ez fantasztikus. A jegyzőkönyvekben. És hol vannak ezek a zenék? Ez már régen. Ez volt egy Bárdos Kornél, aki írt Pécsről, Sopronból könyvek. Így, egy direkt könyvek, hogy mi volt akkor. És akkor megvan minden, mint dokumentáció, persze. És akkor ott megvan. Megvan a eredeti írásban, nem? Hogy ennyi kapott basszus, ennyi a hegedűs, megvan minden, hogy meddig, hogy már volt. Már hogy fizetést kaptak? Igen, persze, állás volt, persze, de ez nem csak itt Magyarországon, egész Európában, sőt, Dél-Amerikában, amivel én nagyon foglalkozott, ott is volt barokk zene, a 18. 17. Bolíviában, Perú, mert ez a szokás Európából átjött, és minden székes egyházban volt kórus, zenekar, minden. Persze. Alkalmazottként. Ez volt a főállásuk, vagy a mellékállásuk? Persze, főállás, igen. Ebből éltek, igen. Hivatásos zenészként dolgoztak. Igen, persze. És igen. Rendes, megtaláltad a bérjegyzéket. Igen, magyarul. Igen. Pontosan, persze. De ez mindenhol volt, és nagyon régen. Ez már középkortól jön már itt, Európában. És tudjuk, hogy kerestek? Jó kerestek? Elég jól kerestük, igen. Mindig volt vita, hogy fölemelik, vagy nem, a fizetés. Érdekes, voltak ilyenek. Érdekes, szakszervezet, nem? Igen, volt ilyen, de persze, igen. Ebből éltek, és ide jöttek, és akkor megvan, hogy ilyen évben ennyi dolgozott, és minden. Külföldiek megvan. Voltak, vagy magyarok? Mert ugye abban időben is volt egyfajta munkaerővándorlás. Németek, cseh területben, de magyarok voltak, igen. Például a Novotnik,
ők voltak, voltak. Ők inkább csehek, azt hiszem. Igen, de itt éltek. Mert Eszterházinak komponáltak. És akkor Győrben ott is dolgoztak, itt is voltak egy ideig, de van több. A Ferenc, a Wenceslau, igen. Igen, igen, igen. Az emberben fölmerül egy csibészes kérdés, hogy voltak-e slágerek akkor, illetve rossz zenék? A 18. században? Amit szívesebben játszottak, többször játszották. Igen, mert akkor volt... Ez így kiderülhet-e a kutatásokból? Hogy... Jó, de ez a templomban ez más, mert ez mondjuk egyház... Hát mondjuk igaz egyház zene, de több, mint... úgy a hangszeres zene van, ezer, nem tudom, szimfóniák, szonáták vannak, mondjuk, hát, nem csak. Hát a nem egyházi, a világi zenében, a világi komoly zenében is vannak slágerek. Nem minden szimfóniáját hallgatják. Persze, nem voltak, igen, voltak, és a tánc, akkora a tánc, nem a minuet, a bourré, akkor, amit akkor táncoltak, akkor igen. De úgy sláger, hogy énekeltek, mint ma egy dallamot. Ja, nem. Csak nem, úgy kedveltebb dalokra gondolok. Igen. Gyakrabban többet játszott. Jó, amit ismerős mondjuk, igen, volt, mert ezt kell tudni mindig, hogy akkor nagyon is pörög ez a, mondjuk az egész Európában, nem? Hogy valami, ami divat volt, nem tudom, Olaszországban átjött ide például már a reneszánszban is. És akkor, mert én az első könyveim is volt, egy soproni billentyű gyűjtemény 1609-ben ezt adták ki, és akkor mi volt ott? Voltak táncok, ami Angliából jöttek, vagy mit tudom én, Erdélyből, és így. Persze, akkor is volt olyan slágerek, mondjuk, inkább táncok. És találkoztál bűnrossz zenékkel, amire azt mondtad, hogy jó, ezt el se kéne játszani? Ez nincsen majdnem. Mire az akkori, ezt kell tudni, és mindenki ezt mondja, aki zenetudós, a 18. században, vagy a 16-17 már előtte, nem, jövünk onnantól, mindenki nagyon tanulta, vagy megtanulta a technika, a komponálás. És vannak jobb darabok, vannak nem annyira jobb, de minden, mondjuk van egy médium, egy közép szint, mindig jó, sohasem rossz. És a 19. a században ott kezdődik mondjuk a gyenge zene, és amit erősebb. De hiszen például előadjuk, ős bemutatunk, egy Svoboda György, aki itt volt basszista, és a zeneszerző, komponált egy mise. Ez a mise, ami most lesz szó, most szól augusztusban, 40 perc, és ő volt basszista, de megtanult komponálni. És ez egy mise, ami 40 perc tart. És nagyon jó zene. De hát akkor ők vérprofik voltak, mondhatjuk. Igen, a mai szlenggel. Tanultak rendesen az ellenpont, a minden, és komponáltak. Na, szerintem jól megérthető volt, és nagyon izgalmas világba vezettél bennünket ebben, mert ez nagyon messzire visz egyébként, és az is egy érdekes dolog, hogy ez az időszak nagyon kevéssé kutatott, alig van irodalom belőle, nem csak a zenetörténetből, hanem más várostörténeti információk is. De biztos megvannak, de nagyon nehéz kutatni. Igen. Nem, de van is. Nagyon érdekes, mert ezen által úgy az ember tud elképzelni, hogy volt akkor. Igen, pont a lelki szemeim előtt játszódik, hogy élhetett akkoriban egy ilyen zenész. Persze. Nem úgy van, hogy elment a gyárba reggel dolgozni, és a másik, volt, de... hogy mondja, és Svoboda nagyon jó, mint basszista, de egy kicsit lazan, valamikor nem jön időben. Igen. És a pénzekkel nem spórol, minden megvan írva. Többször, nem mondom mindenkitől. És milyen nyelven ez? Németül, latinul nagyon sokat. Latinul, mert akkor írták latinul. Tehát igen. Akkor ezek szerint a spanyol, a magyar és az angol mellett még a németet és a latint is beszéled, így próbálom következtetni. Németül nem tudom, őszintén, de latin, igen, mert ez muszáj egy barokk zenére. Hát az nem sok fog minden. Menni a nélkül. Az olasz, a francia, minden ez megy,
a latin már a német nekem nagyon kéne, de nem értem el, és Leidemann, ez német, mert Jakob hát, Leidemann igen. volt. De jó, ő meghalt nagyon, hogy nagyon fiatal, és akkor ott ment csak a magyar nyelv otthon. Édesapád azért. Volt Jakob Leidemann. Nem, nagyapám. Nagypapa volt Leidemann. Igen. De én nem ismertem őt, nem. Sajnos. Megjött, és akkor meghalt ott egy év múlva. Argentinában, igen. Nem élvezte. Hát lehet, hogy éles váltás, de végül is az egész életünk találkozásokból áll, és neked van egy zenekarod, tehát ha már van az Ars Hungarica, akkor miért alapítottál mellette egy találkozások, egy Encuentros nevű? Encuentros itt működik. Aha, az Encuentros. Tehát az magyar. Ez magyar. Magyarokból áll, de van egy pár venezuelai, van egy pár argentin is benne, azért miért Encuentros, miért a találkozás, hogy én onnantól ide jövök és áthozok az ottani mondjuk a zenét és a kultúrát, és innentől viszek oda. És ők, mint magyarok, mondjuk, nos encontramos, hogy találkoztunk, nem? Én igen, másik kultúra, van. És akkor. És ők nagyon, hogy nagyon ügyesek, mert nagyon jól énekelnek mindenfajta dél-amerikai népzene feldolgozásokat, és nagyon, nagyon ügyesek. Van egy nagyon fontos koncertünk Ervin könyvtárban, június 19-én. Szabó Ervin könyv. Budapesten. Igen. Azért most már sokan megérthetik, hogy miért vannak neked a következő elismeréseid és díjaid, és hogyha ezt megengeded, én felolvasnám. Ja, ez nem annyira fontos, jó, nem baj. De hát azért szerintem igen, el. Hogy például 2000-ben a Simón Bolívar lovagrend Bolívia kormányától, amit megkaptál, igen. Az ország barokk zenekincsének terjesztésért. A Jezsuta zenét, amit ott nagyon... Szintén 2000-ben a Prokultúra Hungária díjat Magyarország kormányától, a Kulturális igen. Minisztérium, a Magyar Zene külföldi terjesztéséért, aztán pedig 2006-ban a Zenekritikusok Szövetségének elismerése az Ars Hungarica Egyesületben kifejtett tevékenységét, 2007-ben Magyarország kormányának aranyérdemérme a Magyar Zene argentinai terjesztésért, 2011-ben a Buenos Aires-i önkormányzat legmagasabb elismerését kaptad az Ars Hungaricaért, és 2021-ben a Magyarság Háza díjat, 2023-ban pedig Bíró László díjat. Igen. Mindezért szívből gratulálok. És nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem lehettél, és nagyon köszönöm az izgalmas beszélgetést. Köszönöm további szépen. Sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.